Fogyatékkal élők karate világkupájának adott otthont hétvégén Szekszárdon a Városi Sportcsarnok. A testi és szellemi sérülteknek megrendezett bajnokságra a világ számos országából érkeztek versenyzők. Közel 130-an álltak a tatamira, hogy egyéni formagyakorlatokkal vagy csapatversenyekkel mutassák be sporttudásukat. Az értelmi sérülteknél a sport az egy borzasztó nagy fejlesztő erő. Nem tudom, hogy fejtsem neki, hogy tulajdonképpen milyen területen, amiért ennek óriási haszna van. Én megtapasztaltam, láttam és átéltem az 50 éves munkám alatt, hogy az a sérült, aki gátolt, zárkózott és nem volt sikerélménye, a sport a karaté által mivé fejlődött és mivé vált, óriási személyiségfejlesztő hatása van. Szekszárdon hosszú évek óta folyik a speciális karate oktatás. Erik Bortels, a parakarata módszer megalkotója évek óta visszajár a Tolnai megyeszékhelyre, hogy nyomon kövesse az itt működő klub életét. Ennek a kapcsolatnak is köszönhet, hogy idén itt rendezték meg a negyedik inkluzív karate világbajnokságot. Számunkra nagyon fontos, hogy a résztvevők jól érezzék magukat a versenyen, ezért a mi bajnokságunkon minden sportoló kap érmet. Ez azt jelenti, hogy van első, második és harmadik helyezés, az összes többi versenyző pedig a negyedik helyezettnek járó elismerést kapja. A speciálisan kidolgozott módszernek köszönhetően ma már akár egy látássérült, kerekesszékes vagy egy értelmi sérült ember is elsajátíthatja ezt a távol-keleti sportot, sőt, ahogy itt láttuk, versenyeken is részt vehet. A rendszeres sportnak és a megmérettetéseknek köszönhetően önbizalomra, sikerélményekre tehetnek szert a fogyatékkal élő embertársaink.